Sziasztok! 2022. szeptember 2. péntek, 10:30, és indul az őszi túra. Ha van kedvetek, tartsatok velem! Ennek az őszi túrának az úti célja a jó öreg Balcsi lesz. Jelen pillanatban itt vagyok a Villányi hegy és a Mecsek között. Ugye Szalánta mellett vagyok, ez olyan 10 kilométerre van Pécstől délre. Jó, hát kérdezhetnétek, hogy ha Balcsira megyek, akkor miért megyek én délre? Ugye mert Szalánta délre van, Balcsi meg Pécstől északnyugatra van, meg északra. Hát azért, mert terv szerint szeretném beiktatni az ormánságot, kicsit körbenéznénk Vajszlón, Sejjén, utána fölmennénk Szigetvárra, onnan tovább majd Kaposvár, és úgy érnénk el Fonyódot, és onnan Siófok felé indítanánk a Balatonkört. Persze Fonyódot nem akarom egy nap alatt elérni, ez ilyen több napra kényelmesen lesz nekem beosztva, úgyhogy időjárás mellettünk van, nincs túl meleg, ezt vártam, így el tudtam végre indulni. Hogy mi valósul meg ebből, azt ti már láthattátok az összevágott kis montázsban, nekem még ez egyenlőre csak terv, de reméljük, hogy összejön. Na hát akkor induljunk is tovább. Jó, meg van pakolva kajával. Hoztam egy kis hazai termelési paradicsomot, szilvát és paprikát. Hát mondjuk a paprika nem lett nagyon erős az idén. És sajnos nem tudtam elmenni nyáron sem kerékpártúrázásra, mert olyan asszályos év volt, ezt elmondani sem lehet. Egyfolytában locsolni kellett éjjel-nappal, szóval nem lehetett elmozdulni a kert mellől. Most, hogy szeptember van, most már azért enyhébb az idő, nincsenek ezek a nagy melegek, az a forróság. Úgyhogy úgy gondoltam, most bepótoljuk egy kicsit a nyarat. A napraforgó mellettem. Tavalyi évhez képest kisebbek a tányérok. Jó, mondjuk itt a sarkában itt azért van nagyobb is. És úgy terveztem a túrát, hogy az első nap a Szigetvár lett volna, ahol megállok és szállásolom magam. Következő nap Kaposvár és úgy Fonyód, de találtam ezt a jó kis kempinget itt Szigetvár és Szalánta között, Sejjén. Úgy gondoltam, megközlöm a távolságot. Úgyhogy a mai nap körülbelül egy olyan 48 kilométerre satszolom. Ez az a pont kényelmes. És most érkezünk Busta mellé. És az első nagyobb település az Görcsöny lesz innen 7 kilométerre. Ott majd meg is állunk egy kicsit. Kukorica teljesen ki van száradva, de ez a régió még szerencsésnek mondhatja magát az Alföldhöz képest. Itt azért ott vannak a kukoricacsövek, fejjel lefelé lógnak. Érkezem Szilvásra. Egy Vajszlóig dimbes dombos lesz, hullámvasutas az út. És már el is hagytam Szilvást. Nem mutattam, mert folytonos kutyaugatáson kívül nagyon más nem is volt. Most viszont van egy kis szembeszelünk. Újabb hullámvasúthoz közeledek. Most jó az útminősége, de egy kicsit azért fékezek, mert lehet, hogy az alján kátyus. És prima! Meglepően jó a minősége. És ahogy nézem, lassan kezd tisztulni az égbolt. Látszik is ott a kék ég. Reggel még volt 6-kor egy kis esőpermet. Még vizesek voltak az utak is. Azóta szépen felszáradt.
Eddig 13,4 km. És érkezem Regenyére. Hűha! Takarosabb házak, romosabb házak, ez például nagyon szép. És szemben a padu haranglába. Hát a tót fogunk elmenni előtte, és kanyarodunk majd balra. És innen már csak 3 km Görcsöny. És a változatosság kedvéért egy újabb hullámvasút. Szépen kanyarog ez az út itt az Akácosban. És rövidesen érkezünk Görcsönybe. Van itt egy szép kis kastély. Van rá lehetőség, akkor benézünk. És érkezünk a Görcsönyi körforkhoz. Szépen áthajtunk rajta egyenesen. Milyen szép kereszt felújították. Csörtessék. És milyen sokszínű házak. Hű, nem régi motorám, gyerekek, oda ki van lógatva azt a betyárját. Na, elvileg itt a lejtő alján lenne az a kastély. Érkezünk a templom mellé. És valahol itt lehet ez a kastély is. Félreállok. És érkezünk is a kastélyhoz. Ide nem lehet ám csak úgy bejönni, mert idősek otthonaként üzemel. Ez a Benyovszky kastély. Az úr elkísért engem, megengedte, hogy bejöhessünk és csinálhassunk egy felvételt. Ugye én amit olvastam annó interneten, az az, hogy 1761-ben Orehovicai Mihajlovics József építette, és egy jezsuita pihenő volt itt korábban, skót típusú kastélyként van építve. Hát, ez kár lett volna kihagyni, csodaszép, gyönyörű. Az ember elmegy Görcsöny mellett, és nem is tudja, hogy milyen szépségeket rejt a kis település. Azt mondja az úr, hogy 2 körbástya van itt, ott a másik, és a belsők azok ugye szögletesek. Odaértünk a második körbástyához is. És ide leszökök oldalra, mutatom ezt a szép parkot itt. Innen még jobban látszik a tó. Ott van abban az irányban. Előre lent van a főkapu. És akkor mutatom még egyszer a kastélyt innen is. Mintha csak Skóciába járnánk. De hát ide érdemes volt bejönni. Nagyon szép környezetben fekszik, egy park közepén, szép tóval lejjebb. Pazar, pazar. És kastélytól kifele menet, így mutatom a templomot is. És rögtön itt vagyunk a szép oltár előtt. Szombaton esküvő lesz a templomban. És hátul van az orgona, látszik, egy kis orgona is van, ez szép nagy tágas templom. Csörtessék. És ez a főbejárat. Tehát itt a templom mögött volt a Benyovszky kastély, most átmegyek a templommal átellenben. Van itt egy szép park. Talán itt át is lehet menni. Most van dél, itt vagyok Görcsönyben, és akkor ez lesz itt az étkezőhely. És az ebéd pedig egy kis rizs, szalona, sajt,
otthon raktam össze, meg mellette még egy kis szendvics. Úgyhogy jó étvágyat! Jaj, hát a kis paradicsomot meg majdnem elfelejtettem. Jaj, és de cukám! Nézd csak, mi van itt! Jó öreg kokta, amit Szlovéniából hoztál nekem. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen, és most megbontjuk a tiszteletedre. Persze óvatosan, mert lehet, hogy fölrázódott. Csak szépen lassan. Nem akarok itt pezsgőzni. És akkor... egészségünkre. Ez igen. Köszönöm szépen. Tényleg finom. Na, vége az ebédnek. Lassan szedelőzködök és indulok is tovább. Mindjárt 3:41 lesz. És ahogy Körmi kollégánk mondaná, lassan jöjjünk indulatba. És lassan hagyom el Görcsönyt. Eddig 18 kilométert mentem. Jön a marsjáró! Simán átfértem volna alatta. Képek Baksáról. Nyugis kis csendes település. Jó minőségű úttal. És ha minden igaz, ezt a kis emelkedőt elhagyom, innentől kezdve már nem lesznek ilyen dombok, hullámvölgyek, hullámvasutazás, hanem ez már javában az ormánság lesz, ami ugye egy tájegység Baranya megyében, a Dráva folyó árterülete. És innen lassan hátra is lehet dőlni, kényelmes, komfortos kis ereszkedő, van egy jó kis lejtőnk. Tényleg pompás ez a lejtő, akarva sem akarhattam volna jobbat. Ez a kényelmes 28-29-30-as tempó. Pont jó, mint valami elektromos bringám lenne. Szépen tartja a 25-26-ot, hát öröm. És érkezem Bogád mint Szentre. És mivel ugye a mai túra jó részt az ormánság területén megy, ezért ilyen nagy szintek ma nem lesznek, ilyen 220 méter volt a szint, ha jól emlékszem, amikor terveztem. Holnap talán még ennél is kevesebb lesz. Érkezem Páprádra. Na majdnem, hogy süt a nap. Itt most erős a szembeszél. Félreálltam ebbe az utcába kicsit pihenni Páprádon, és figyelitek, milyen furcsa itt? Olyan szép zöld a fű, mintha május lenne. Ugyanis itt ezen a térségen többször hullott eső, mint nálunk. Úgy zöldül a fű, mintha csak most lenne tavasz. Nyílik a pitypang, egyszerűen hihetetlen. Ja, és most is vizes a talaj. Jó, hát ez nem csoda, mert most az utóbbi 3 napban csapadék volt nálunk is. Itt azért szépen volt eső idén. Ez az önkormányzati épület és ima a fű. Dús legelők mindenfele szinte. Itt van ez a hátsó telek is a ház mögött. Zöld el a fű végig. Sehol egy kiszáradt folt, sehol. Aki mezőgazdászkodni szeretne, annak ezen a térségben érdemes. Na, akkor iszok egyet, kicsit pihenek, és akkor egy pár perc múlva megyünk tovább. Most van délután 2 óra, eddig mentem 33 kimcsit, és tessék, elmentek a felhők fölülem, süt a nap. Hű gyerekek, hogyha ez a napsütés így marad, lassan lehet kezdeni vetkőzni. Hű, szép idő lett. No, és akkor még tényleg a szállásokról nem is beszéltem. Úgy terveztem, hogy szombat este és vasárnap este
egy-egy apartmant vettem ki, ott szállnék meg, mert azokon a napokon hajnalban elég alacsony lesz a hőmérséklet. A többi napon, így ma is sátraznék, ha csak nem jön közben ugye valami nagyon cudar eső vagy idő. Ma Sejjén szállnék meg, ott a kempingben van valami fakuckó, ha azt megnézem, akkor egy olyan van, és akkor Balcsi körön is végig sátrazás lenne a téma. Most így elsőre ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy mi alakul. És lassan érkezünk is Vajszlóra, bal oldalt a focipálya, itt pedig a patak, a fekete víz. Meg is állok egy pillanatra, és mutatom a másik oldalt is. És ez a térségnek, az ormánságnak Selye után a második legnagyobb települése. Körülbelül ilyen 1700 fő lakosa van. És híres Vajszló a dinnyéről. Ugye a mézédes vajszlói dinnye, biztos már sokan hallottátok. Érdemes megkóstolni. Most útépítés van, nem kamerázok tovább itt. Itt a kereszteződésnél, hogyha balra kanyarodunk, kémesfele eljuthatunk az Ősdráva látogatóközponthoz. Viszont nekünk jobbra kell menni Selye irányába, ami innen 11 km, és én eddig jöttem 36-ot, de most sott. Az út minősége, hát, ilyen vegyes felvágott. Jó szakaszok, rossz szakaszok, kitoldva, kipótolva, váltják egymást. Ez Nagy Csány főutcája, ahol megyünk. Mellettem csak úgy zöldül a mező, nem is hiszek a szememnek. Nálunk meg otthon mindenki van száradva. Hát pedig csak egy pár kilométer innen. 41 kilométerre innen teljesen más viszonyok vannak. Hihetetlen. És ahogy nézem, az utak széle rendezett. Most nem azt értem rajta, hogy le van nyírva-e vagy nincs, hanem nagyon kevés szemetet láttam eldobálva. Ez mindenképpen pozitívum. Maradjon is ez így. És megérkeztem Csányoszróba. Előttem a távolban pedig a csányoszrói református templom látható. Itt is csak úgy zöld el a fű. Nem győzök csodálkozni. Épp a templom mellett haladok. Kicsertessék. Amúgy szép kis település ez a Csányoszró. Ez a ház is milyen szépen takarosan meg van csinálva, fel van újítva. És itt van egy szép címer. Ez a művelődési ház. És olyan szépen süt a nap, hogy felkerült az új szalmakalapom is. Sajnos a másik pár nem bírta a megpróbáltatást, a gyűrődést, úgyhogy az otthon a kertben teljesít jó szolgálatot. Délután 3 óra, és megérkeztem Selyére. Selye az ormánságnak a központja, a legnagyobb települése. Van itt egy gyógyfürdő, kemping, és még egy kastély is. De először szállásügyben fogok eljárni, megkeresem a Hársfa kempinget. És lassan meg is érkeztem a kemping behajtójához itt jobbra. Ott a tábla, kemping üdülőtelep 500 méterre. Itt be ezen az úton, és még kerékpár sáv is van. Nagyszerű. Milyen szép kis utca. Klassz kerékpár sávval. Na. Alakul a dolog. És elvileg itt az utca végén lesz majd a kemping. És én meg lassan érkezek a kempinghez és üdülőtelephez. Na hát akkor feltérképezzük, megnézzük, hogy milyen lesz az a fakuckó, amire gondoltam. Ha nem jó, akkor sátrazunk. És leteszem a kamerát, megkeresem a recepciót. Hát itt is vagyok a kemping területén, és a választásom egy kis fakuckóra esett. 3 kis fakuckó van itt. Úgy döntöttem, hogy nem sátrazom, hanem ebben fogok most aludni. Hát teljesen puritán, semmilyen berendezés nincs benne. Mondhatnám, hogy egy nagy fasátor az egész. Középsőt választottam,
és mindjárt mutatom belülről. Még a díj nincs kifizetve, úgyhogy az majd rendezve lesz. Tehát abszolút rusztikus. Ott van egy matrac, lenyitható ablak szúnyoghálóval, és van egy lámpa, az nem tudom, hogy működik-e, majd megnézem. És egy kis lakattal be lehet zárni. Azt is kaptam, az a zsebemben van. Na hát ez lenne az. És akkor most lepakolom a cuccot, kicsit bemutatom még a kempinget, aztán megnézzük a kastélyt üres bringával. Hoztam egy fatuskót, tűzifából csentem, ezzel kitámasztom, még bepakolok. Így. És fakuckó. Lenyitható szúnyoghálós ez is. És van itt egyébként konnektor, villanykapcsoló, de mondta az úr, hogy ez érintésvédelem miatt per pillanat nem ad áramot rá. De mondjuk ez nekem nem is kell, mert van nálam powerbank tölteni. És a hely tartalmaz 2 darab szivacs matracot, de én nem ezeket fogom használni. Még az is lehet, hogy fölállítom ide a sátramat, hiszen van hely bőven. És közben még pakolászok, mondom, hogy most van 3:30, és eddig jöttem 48 kilométert ide a kempinghez. És akkor erre még majd rájön a városnézés, mert ugye Selje városi ranggal rendelkezik. És a sátras dolgot komolyan mondtam ám, csak annyi, hogy nem teszem föl azt a zöld burkolót, hanem csak az a fehér vászonrész lesz a sátron, és kész. Ezt nem teszem rá. Csak ezt fogom majd kinyitni. És ez egy jó kis biokempingám. Itt birkák is vannak. Hát szevasztok! Mi újság? Jó el vagytok itt. Ahogy lehet látni, hogy lelegelték a füvet. Ez a rész, és ez a rész. Számottevő a különbség. Azt hiszem, eladom a fűnyírót, veszek egy birkát otthonra. Hogy lelegelik. Ez igen. Mutatom a vizes blokkot is. Van a mosdó, szép kultúrát, csempézet. Ciao. És itt vannak a belső helységek, piszoár, itt vannak a zuhanyzók, és a mosdók. No. Most pedig kijöttem a kempingből, elmegyünk, felderítjük a Draskovics kastélyt. Előtte, ha már itt vagyunk, megmutatom a strandot. Selje városi termálfürdő. Nem tudom, talán ez lehetne itt a bejárat valahol. Tehát Selje városának még strandja is van. Ezek meg ugye a vendéglátó egységek. Szemben meg a Selyei sportpálya. Selye városi termálfürdő. Szerintem ez a bejárat, csak hát ilyenkor már zárva van. No, adj neki gázt, hadd pörögjön! És mögöttem bérelhető elektromos kerékpárok. Ott a dokkolóba. Szuper! Itt a főútról lekanyarodtam balra. Van egy szép park itt mellettem. És most szintén elhagyom balra ezt az utat. És szemben van a Draskovics kastély. És itt leszállok a bringáról. Micsoda? Omlásveszély. A kastély közelében tartózkodni tilos. Ezt tudtam, hogy üres, nincs hasznosítva. Ahogy ilyen rossz állapotban van, azt azért nem. És egyébként a kastély eredetileg a Battyány család birtokában volt. 1700-as évek elején épült barokk stílusban. Majd, ha jól emlékszem, úgy olvastam, hogy a 18. század közepén nyerte el a mai formáját, és az 1800-as évek elején gazdát cserélt, ekkor került át a Battyányiaktól a Draskovics család tulajdonába nászajándékként. Ugyanis Draskovics Károly feleségül vette Battyány Straton Erzsébetet, és ugye így cserélt gazdát ez a szép
épület, illetve hozzá tartozó 7,6 hektáros arborétum is. Kastély sajnos nem látogatható, viszont az arborétum az igen. Átmegyek a másik oldalábra, az kedvezőbb lesz napfény szempontjából. Közben elértem az 50 kilométert. Szóval ott tartottam, hogy a kastélyhoz tartozik egy nagyon szép 7,6 hektáros terület, egy park, ami majdnem 350 különféle fafajtának, növényfajtának ad otthont a világ minden tájáról. Ha a kastély nem is, de az arborétum az folyamatosan látogatható ingyen. És itt a tábla a Batthyány Draskovics kastély kertjéről. Természetvédelmi terület. Innen jövök. Talán kap még egy kis napfényt az épület oldala. Tudom mutatni. Közel nem megyek hozzá, mert azt írták, omlásveszély. Hát nagy kár, hogy nincs hasznosítva, de hogyha jól értesültem, hallottam, akkor már lesznek rá próbálkozások, hogy felújítsák az épületet, hogy valamire használják, mert hát ez tényleg nagyon szomorú, hogy itt van ennyi szép kastély Magyarországon, és egy jó részük így áll kihasználatlanul az enyészetnek átadva. Ez viszont dicséretes, hogy legalább a fű le van nyírva. Hát, milyen pazarul nézne ez ki felújítva. Ez itt a kert. Gyerekek, jól néz ki. És mutatom ezt a homlokzatot is innen, mázsás vaskapuval. Ó, durva ez a kapunak a kidolgozottsága. És egy rossz darab. Majd távolabbról is mutatom az épületet, de tényleg nem megyek közelebb hozzá. Hát itt lehet tartani az elnöki beszédeket. Szórt kavics a kedvencem, itt le is teszem a bringát. Jó öreg bringa letámasztva. És voilà. Mutatom a homlokzatot. Nosza, hát ez a park. Régi hatalmas fenyőfákkal. Na, még egy kicsit azért sétálgatunk benne. Na, még egy panoráma. Állok a kastély tövében. És itt a pad mellett, így mennyi szúnyog van, összecsípik az embert. Régi archív fotók. Azt hiszem sokáig nem maradok itt. Szaporára fogtam, elég sok a szúnyog. Ne nézzek erre, mi van. Nem jó egy helyben megállni hosszan. És egy szép madáretető. Páfrány. Micsoda régi öreg fák. Igen, ezek már sajnos kezdenek elhalni, korhadni. Kellett vágni párat. Illír sáfrány. Micsoda hatalmas fenyőfa. Jól olvastam, mamut fenyő is van a parkban. Egy szajkó rikácsolt.
visszamegyek a kastély elejére, volt ott egy tábla kastély parkjáról, megnézem, hogy van itt még valami érdemlegesség, amit esetleg meg lehetne nézni, tó vagy valami ilyesmi. És itt vissza is értem újra a kastély elejéhez. Öt óra múlt, lassan el is hagyom a kastélyt. És pedig megnézzük a templomot. Csak próbálok egy jobb pozíciót keríteni. Kerékpárt letettem az ajtóba. Szerencsém van, mert most lesz mise, úgyhogy most nyitották ki. Be lehet nézni. És mellettem álló hölgy mondani egy-két érdekességet erről a szép templomról. Hát a Sejjei Római Katolikus templomban vagyunk. Ez a templom a Szent Háromság tiszteletére lett felszentelve, és eredetileg a Draskovics gróf kastélyához tartozó magtár volt, és tehát az építés szerkezete nem így volt eredetileg, ahogy most láthatjuk, ez csak vakolatból vannak kialakítva az oszlopok. Jövőre lesz 110 éves a templomunk. 110. Uh-huh. Igen. Nagyon szép. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm az információkat, és hogy nem probléma, a YouTube-on majd rajta lesz kis úti videó beszámolóként, így. És köszönöm szépen a segítséget. Kész sok, viszlát. Viszlát. Most voltam a kóba, hoztam egy ásványvizet 190-ért. Azt hiszem, már nem is költök többet. Bringát azért megkötöttem, és most megyek vissza a kempingbe. A felét már be is töltöttem ebbe az üvegbe, és ahogy nézem, lement a benzinszint. Ide is öntök egy kicsit. Már kell tankolni a gépet. Na, tanksapka megvan. Irány vissza a kemping. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going on. És akkor ennek a Üvegerkélyes háznak a sarkán itt a tábla, kemping és üdülőtelep. Fordulok is le balra. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. És vissza is értem a kempingbe. Ott vannak a bungallók, a kuckók. Azért mutatom ezt a részt is, szembe a kempingnek a bejárata. Ezek itt a vizes blokkrészek, tűzrakóhely, hátul vannak ugye a birkák, és szemben van a három fakuckó, középső a miénk. Így né, ezek a fakuckók. No, meg volt a vacsora, közben itt volt a házigazda is. Nagyon kedvezményesen megszámította nekem a helyet, 2500 volt így egy éjszakára ezzel a kis fakuckóval, és még halászlére is meghívott, tehát köszöntem, nem kérek, mert volt nekem még kajám romlandó, azt kellett előbb megennem, de innen is köszönöm neki, és akkor mutatom mindjárt a mai adatokat a kerékpáron. Nem akarom túl hosszúra húzni a filmet, úgyhogy mindjárt meg is nézzük. Most van 4:48, 52,6 kilométert mentem ma, 14,2 volt az átlag, és 18 fok van itt most kint. Holnap megyünk tovább Szigetvárhoz, most viszont visszamegyek pakolni. De cukám, köszi a koktát, nagyon finom volt. Úgy terveztem, hogy majd apránként iszom meg, de hát a mai nap úgy elfogyott, hogy csak na. Nos hát az a helyzet, lassan el kell, hogy búcsúzzak, akartam még benti felvételeket is a faházikóban, de sajnos nincs fény, már elkezdtem elhelyezkedni bent, és ahogy mondtam, holnap megyünk majd Szigetvár irányában, ott már viszont egy másik szállásunk lesz, egy apartman, nem tudom, hogy mi látszik így a sátorból, ott a lámpa világít,
Na, minden esetre reggel majd többet mutatok, ha lesz fény. Én már a búcsúzom, jó pihenést mindenkinek, akkor holnap találkozunk. Sziasztok!